Pálné Oswald Éva, művész nevén Pui, közel 15 éve kezdett el gyöngyfűzéssel foglalkozni Dombóváron. A népi ipjárművészet iránti szeretete hobbiból nőtte ki magát, melyet szeretett volna minél több embernek átadni, így kezdett bele a felnőtteket célzó táborok szervezésébe. Nagyon véletlenül, igazából én egész életemben, tehát kisgyerekkorom óta otthon is láttam mondjuk a valamilyen kézi munkát, anyukám is, apukám is elég sok mindent készített, és én is megtanultam nagyon hamar mindenféle hímzést, vagy horgolást, vagy kötést, vagy ilyesmit, sőt apukámtól szalmafonást is tanultam. Aztán ez valahogy abban maradt, amikor lettek a gyerekek, és akkor egyre kevésbé volt ez a dolog, ami az életemet kitöltötte volna. De aztán, amikor a gyerekek már nagyobbak lettek, és iskolába kerültek, akkor ugyanúgy előjött, hogy elkezdtem hímezni, gobleneztem nagyon sokáig, vagy horgoltam, és akkor már elég idős koromban jött ez a gyöngy igazából, mert én gyerekkoromban nem láttam gyöngyfűzést, mint olyat. Gyöngyhímzést láttam, mivel én atalai lány vagyok, és a Atalában gyöngyös főkötőjük van az asszonyoknak, tehát azt láttam én is, sőt én is vartam gyöngyöt, de fűzni soha nem fűztem, tehát nem tudtam, hogy mi az a gyöngyfűzés, mert ott nem használnak ilyet, csak a főkötőjük az. És aztán már 48 éves voltam, amikor egy véletlen során, amikor az én legidősebb lányom egy eseményre ment volna, akkor azt mondta, hogy anyu, te ugye ügyes vagy, én találtam egy fajta ékszert, amit szeretnék fölvenni a ruhámhoz, de hogy nem találok ilyet sehol, ezért te majd biztos meg tudod csinálni. És akkor hát abban az időszakban még nem nagyon volt internet sem, ezért nehéz volt, tehát a könyvtárba mentem könyvet nézni, hogy egyáltalán hogy kell gyöngyöt fűzni, és nem nagyon találtam. Tehát igazából nem nagyon vannak leírások ilyesmiről, és könyvünk sincs, tehát a mai napig nincs igazi szakkönyv ezen a területen, tehát ezen a népi mesterségnek egy kicsit mostoha a gyerek, mert hogy nincs írott anyaga igazából. És akkor kezdtem utána kutatni, közben az iskolában a szülőkkel mi egy ilyen kis kreatív klubot csináltunk, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Igazából mindenki más csinált először, tehát mindig valamilyen kézi munkával foglalkoztunk, csak mindenki mást készített. És akkor én elkezdtem ugye a gyöngyfűzést tanulni, vagy egyáltalán próbáltam, hogy hogy lehetne ebből egy ékszert csinálni. És aztán a többiek is azt mondták, hogy na, akkor hogyha te tanulsz, akkor mi is. És így jött igazából, és akkor megmaradt ez a dolog, mert azóta mást igazából nem csinálok. A gyöngyfűzés nagyon kreatív és viszonylag könnyen elérhető hobbi, hiszen az alapanyagokat könnyen be lehet szerezni, nem igényel különleges eszközöket. Hát itt Dombóváron nem nagyon van ilyesmi, inkább vagy az interneten, vagy Budapesten, vagy most már azért nagyon sok ismerős boltos is van, aki foglalkozik gyöngyökkel. De mivel én aztán a népi gyöngyfűzés felé kanyarodtam egy kicsit, ott azért megvan, hogy milyen fajta gyöngyöket használunk, tehát hogy csekás a gyöngyöket használunk, csak többféle méretben vannak persze azok is, és azokat csak pár helyen lehet megkapni itt az országban. Úgyhogy inkább internetről, aztán nem kell, hogy egy speciális tű kell hozzá, ami ugye a vékony gyöngy átmenjen a tűnek, vagy a gyöngynek a lukán, aztán bőrvaró cérna, és igazából másra nincs is szükség ehhez a mesterséghez. Ezért nagyon jó, mert nagyon kevés az anyag szükséglete, amit kell. Pui különleges modern és népi ékszereket is egyaránt készít, melyek készítésének technikáival táboraiban megismerkedhetnek az érdeklődők. Mint mondtam, én népi iparművész vagyok, és így ezért a hozzám legközelebb állnak a népi ékszerek. Azon belül is a sárköz van ugye nagyon közel hozzánk. Itt a hátam mögött majd lehet látni, illetve mellettünk egy sárközi ékszert. És én azt kezdtem el tanulni igazából akkor, amikor kapcsolatba kerültem a gyöngyfűzéssel. Igazából inkább népi ékszereket készítek. Tehát az eladhatóság, vagy a megrendelők, ha valamit szeretnének, azt persze elkészítem. És én is tervezek azért modernebb ékszereket is, karkötőket, férfiaknak kitűzőket, kulcstartókat, egyebeket, de igazából ez csak egy anyagi vonzat ebből a szempontból. És ma már
nem is igazából erre törekszem, hogy nagyon sok mindent készítsek, hanem inkább megpróbáljam átadni azt, amit én az évek során tanultam, és így jött képbe a tábor, vagy hát az oktatás is tulajdonképpen, hogy először nem úgy oktattam, hogy táborokban, hanem kis szakköröket, nagyon sokáig, 8 évig vezettem egy szakkört itt Dombóváron, ahol gyöngyfűzést tanítottam mindenkinek. Első találkozása után közvetlenül, egy véletlen folytán kipróbálhatta magát egy táborban is, aminek már 10 éve. Ez egy véletlen szintén, mert én soha nem gondoltam, nálunk van olyan pedagógus a családban, elég sok. Én nem pedagógus végzettségű vagyok, de a férjem és a gyerekeim között ugye majdnem mindenki pedagógus, de nem gondoltam, hogy én valaha is fogok tanítani, hanem egy pályázaton nyert pénzből egy település szeretett volna kreatív tábort létrehozni. Festők voltak, és a másik pedig egy gyöngyfűző tábor lett volna, ahova fölkértek egy népi iparművészt, aki nem vállalt el. És mivel a faluba ismertek engem is, egy ismerősöm kapcsán, ezért aztán hozzám jöttek, hogy nincs nekik oktatójuk, ezért próbáljak meg én menni. És aztán így jött ez a dolog, hogy az volt az első, ez 10 évvel ezelőtt, pont 10 évvel ezelőtt volt, úgyhogy idén ünnepelünk egy kicsit, de akkor volt az első ilyen, tehát ez csak egy véletlen, hogy én akkor oda elmentem oktatni, de olyan jó sikerült, hogy ott minden résztvevő, aki ott volt a táborban, mindenki azt mondta, hogy na, ilyet csináljunk többször is. És aztán valahogy most azt veszem észre, hogy egyre inkább előtérbe kerül az, hogy az emberek szeretnének egy kicsit kijönni a mókuskerékből legalább nyáron, vagy valamikor egy-egy alkalomban, vagy egy hétre egész másnak élni, és ahogy ez az első évben csak egy tábor volt, most minden évben sokkal több, idén már 7 lesz, úgyhogy ez már igazából nekem túl sok, tehát én vagyok úgy most, hogy épp most ebben az évben, hogy 10 éve nekem igazából nem nagyon volt így pihenésre időm, és hogy a 10 év alatt nagyon-nagyon sok tábor tartottam, most már ez a 35. A jól sikerült tábort azóta évente több alkalommal is megrendezi. Az idei évben összesen 7 alkalmuk nyílt az érdeklődőknek jelentkezni az egyhetes táborra, és megismerkedni a gyöngyfűzés alapjaival.